kevés a szakember, az átképzések, továbbképzések enyhíthetnek a hazai munkaerőhiányon. Több képzési program is elindult itthon, amelyek hiány szakmákban képeznek. Erősödő allergiás tünetek. Az elmúlt napokban megnőtt a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és tiszafélék pollen koncentrációja, és egyre nagyobb a nyír pollen szórása is. Karbantartás. Kopott, sérült közúti jelzőtáblákat cserél a Magyar Közút ország és megye szerte. A tervek szerint idén mintegy 21 ezer tábla újul meg. százalékos a munkanélküliségi ráta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nyilvántartott álláskeresők adatainak tükrében. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A nyíregyházi járásban 5,23%-os ez az adat. A megyeszékhelyen és környékén lévő cégeknél jobbak az elhelyezkedési mutatók. Probléma viszont továbbra is, hogy kevés a szakember több ágazatban. Az átképzések, továbbképzések enyhíthetnek a hazai munkaerőhiányon. Több képzési program is elindult itthon, amelyek a munkaerőpiaci igényekhez igazodnak, hiány szakmákban képeznek. A szakemberhiány égető probléma az építőiparban. Nyíregyháza belvárosában épül ez az új 9 lakásos társasház. A lakóházak alatt irodák is lesznek, a lakások többsége már elkelt. A lakó ingatlanok építése fellendült ebben az évben, egyre több a magánerős építkezés. Probléma viszont, hogy az építetők nem találnak elég szakembert. Ennél a vállalkozásnál 20-25 fővel dolgoznak, de az alvállalkozásoknak nincs elegendő szakmunkásuk. Egyszerűen nem találunk. Se gép és se elektromos kivitelezőbe, se építőiparigba, tehát építőmesterbe, kőműves, festő, óriási hiány van. A megrendelés állomány nő folyamatosan, és gyakorlatilag nem tudom, hogy mi lesz a nyárra, hogy ki fog építkezni. És ugye csak a lakossági projektek indultak be, tehát még várható az uniós pályázatoknak a lecsapódása majd. Meglátjuk, mi lesz. A szakemberhiányon enyhíthetnek az átképzések, képzési programok. Ezeket hazai és uniós forrásból finanszírozzák. Vannak programok, amelyek a 25 év alatti a foglalkoztatását célozzák meg, bér- és járuléktámogatást is biztosítanak a foglalkoztatóknak. Több program a 25 év felettieket támogatja, míg az úgynevezett foglalkoztatási paktumokban szereplő képzésekben nagyobb hangsúlyt kapnak az alacsony végzettségűek, a közfoglalkoztatottak képzése. Minden átképzési program az elsődleges munkaerőpiaci igényekhez igazodik. A tanfolyamokat a képzőcégek a hiány szakmákban indítják el, a járási hivatalok koordinálása mellett folynak a képzési programok. Elsősorban az építőipari szakmák azok, amik hiány szakmát jelentenek. Ács, kőműves, hideg, meleg burkoló és különböző épület szerkezeti szakmák, de informatikusból köztudottan hiány van, és így indult képzés például már eddig is gazdasági vagy egyéb informatikusi szakmákban. Nagyon kedvelt egyébként, és ez inkább a tavalyi, illetve az azelőtti évre volt jellemző, most már ez lecsengőben van a DAJKA képzés, és mindig ezek a programok mindig arra irányulnak, hogy ahol az elsődleges munkaerőpiacon hiány jelentkezik, oda képezzünk embereket. A részvételi aktivitással nincs probléma, mert fel tudják tölteni a képzéseket, de bizonyos szakmákban motiváltá is kell tenni a munkanélkülieket. A GINOP programban tudok konkrét számot mondani, kevéssel több mint 1000 fő kerül az első két GINOP programba bevonásra, tehát 25 év alattiak, felettiek tekintetében a Nyíregyházi Járási Hivatal illetékességi területén. A közfoglalkoztatással kapcsolatos GINOP program még nem indult el. A hivatalvezető elmondta, az átképzések végén segítik az álláskeresőket az elhelyezkedésben is.
30%-kal több beteg fordul orvoshoz allergiás panaszokkal a pollen szezonban, mint a téli hónapokban. Az elmúlt napokban megnőtt a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és tiszafélék pollen koncentrációja, és egyre nagyobb a nyír pollen szórása is. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a tavasszal és nyáron jelentkező náthaszerű, idővel súlyosbodó tüneteket érdemes szakorvossal kivizsgáltatni, mert így elejét lehet venni komolyabb légúti betegségek kialakulásának. Virágba borultak a bújtósító fűszvái, a látvány és a kellemes időjárás sok embert sétára csábít. Az allergiások számára azonban rossz hír, hogy a következő hetekben továbbra is erős marad a pollen terhelés. Az Országos Közegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint elkezdődött a zöldjuhar pollen szórása, az éger és a fűzvirágpora jellemzően közepes mennyiségben van jelen. A ciprus és tiszafafélék, illetve a nyír pollen koncentrációja leginkább magas-közepes, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is. A pollenre érzékeny allergiásoknak azt javasolják, hogy keressék fel orvosukat a tünetek megelőzése, enyhítése érdekében. Mi minden tavasz megkezdésekor észleljük, hogy elkezdődik a pollen virágzás. Ilyenkor lényegesen megnövekszik a rendelőnkön megjelent betegek száma, tudva lévő, hogy most a nyír, a mogyoró, a kőr is, a ciprusfélék virágoznak. Hát ha a számokat szeretnénk mondani, körülbelül 30%-kal több beteg jelentkezik ebben az időszakban, mint a téli hónapokban. Magyarországon a felnőtt lakosság jelentős része érintett valamilyen allergiás megbetegedésben, számuk évről évre 2-4%-kal növekszik. A felnőtt lakosságnak körülbelül 30%-a szenved allergiás megbetegedésben. Sajnos ez a betegség újra termeli önmagát, mert ez egy genetikusan örökölhető betegség. Ugye, ha az egyik szülő allergiás, akkor 30, ha mindkét szülő allergiás, akkor 60%-ban leszünk allergiásak. Mindenképpen el kell oda jutni, hogy vizsgáljuk ki, hogy tulajdonképpen allergiásak vagyunk, és mire vagyunk allergiásak, hogy fel tudjunk készülni a következő szezonra. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az első tünetek megjelenésekor még nem nagyon fordulnak a betegek orvoshoz, pontosan azért, mert banális náthának gondolják. Ha viszont már tudjuk, vagy gyanússá válik, hogy allergiásak vagyunk, akkor be kell jelentkezni allergológiai szakrendelésekre, meg kell csináltatni a bőpróbát, és ennek megfelelően tüneti kezelést kell alkalmaznunk a betegeknél. A pollen szezon február végén a barkavirágzással kezdődik, és október végéig a parlagfűvirágzásig tart. A hideg tél miatt most több növény egyszerre virágzik. A mostani pollenek csak egy hétig vannak a levegőben. A tavasz második felében viszont az erős allergénnek számító kőris pollenjei hosszú ideig okozhatnak tüneteket. Kopott, sérült közúti jelzőtáblákat cserél a Magyar Közút ország és megye szerte. A tervek szerint idén mintegy 21 ezer tábla újul meg, tájékoztat a televíziónkat a társaság forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetője. Kisernő elmondta, a leggyakrabban a fény visszaverő képességük szűnik meg a tábláknak, de sok balesetben rongálódik meg. Ezeket folyamatosan cserélik a közút munkatársai. A tavasz beköszöntével nem csak az útfelületek burkolatait ellenőrzik a Magyar Közút munkatársai, hanem a táblák állapotát is felmérik. A társaság kezelésében lévő útszakaszok mellett országosan mintegy 475 ezer közúti kresztábla és útirányjelző tábla található, a hatalmas állomány karbantartása is feladata a Magyar Közútnak. Az egyik leggyakoribb oka táblák cseréjére az idő múlása, az elhasználódás. Megkopnak a fényvisszaverő képességük, megszűnik, ezeket muszáj cserélni, illetve másikokból balesetekben megsérülhetnek táblák, ezeket pedig akkor mindenképpen azonnal pótolni kell. Erre a pótlásra és a cserére egy keretszerződéssel rendelkezünk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy számoljuk, hogy összesen körülbelül 21 ezer darab tábla cseréje fog megtörténni ebben az évben is. Ez megosztik a 19 megye között, természetesen az úthasználat, úthálózat nagyságának arányában. Az elhasználódott tábláknak a cseréje a megyei igazgatóságnak van egy ütemterve, ők készítik, figyelemmel kísérik, a balesetben megsérült táblák pedig, ahogy az élet hozza, ahogy alakulnak, azokat a táblákat cseréljük. Az elhasználódott vagy megrongálódott táblákat folyamatosan cserélik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az új táblák többsége a nagyforgalmú főutakra kerülnek meghatározott ütemezés szerint.
Az MSZP nem tartja elfogadhatónak az iskolai fenntartóváltásokat, jelentette ki az ellenzéki párt nyíregyházi elnöke szerdai sajtótájékoztatóján. Jeszenszky András szerint egy újabb intézmény fenntartói hullám indult el az országban. Ennek keretében kezdeményezte az egyik történelmi egyház a nyíregyházi Zay Anna egészségügyi szakgimnázium átvételét. A szocialista politikus aggályosnak nevezte ezt a folyamatot, szerinte az ebből eredő normatíva változás jelentősen emeli a költségvetés terheit, illetve a világnézeti semlegességnek vagy a szabad választásnak a lehetőségét is csorbítja. Hozzátette, ugyan a szülők is elmondhatták véleményüket az átadás átvétel kapcsán, az erről szóló szavazás azonban több problémát is felvet. Egy általános iskolánál sokkal könnyebb a szülő számára intézményt választani, vagy intézményt váltani, hogyha mondjuk a fenntartó nem tetszik neki. Egy szakgimnázium esetében azért ez sokkal bonyolultabb, főleg olyan esetben, amikor ilyen speciális képzésről van szó, amely gyakorlatilag a megyében egyetlen intézményben folyik, ez pedig a Zay Anna szakgimnázium. Baleset történt tegnap délután Nyíregyházán a Kállói úton, egy motoros hajtott személygépkocsi elé. Személyi sérülés nem történt, viszont a balesetnél a rendőrség intézkedett. Tapasztalat és élményszerzés az ifjúságpolitika formálása közben. Ez a célja a megyei gyermek- és ifjúsági önkormányzatnak. A szervezet ma 9. alkalommal rendezte meg a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei diákparlamentet. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság 21. fordulójában Budapesten a MAFC otthonában nyert 78-61-re. Továbbra is nyeretlen a Szuperligában a Kaposvár ellen a nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK a 19. fordulóban lejátszott mérkőzésen hazai pályán 4-4-es döntetlenre végzett a vendégekkel. Tapasztalat és élményszerzés az ifjúság politika formálása közben. Ez a célja a megyei gyermek- és ifjúsági önkormányzatnak. A szervezet ma 9. alkalommal rendezte meg a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei diákparlamentet. A találkozón az Európai Önkéntes Szolgálatról, amerikai tanulmányi ösztöndíjakról is hallhattak az érdeklődők, valamint új elnököt, vezetőségi tagokat választottak a fiatalok. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gyermek- és ifjúsági önkormányzat 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítséget nyújtson a megyében működő iskolai diák önkormányzatoknak, valamint a velük foglalkozó felnőtt segítőknek, mondta a szervezet szakmai, jogi és pénzügyi hátterét is biztosító központi ifjúsági egyesület vezetője. Bálega János hozzátette, minden évben a legaktívabb ifjúsági szereplőt vagy segítőt díjazzák, ez a Csiga díja jutalom. A Csiga díj, amelyet az Egyesület azért alapított, hogy minden évben az év önkéntese, év pedagógusa, év partnere, év támogatója kapja, az egy elég régi múltra tekint vissza, hiszen 2009-től adjuk át minden évben. Ebben az évben is átadjuk, ezzel szoktuk azt gondolom díjazni, elismerni azt a munkát, amit a saját hivatalos munkáján kívül egy önkéntes, egy diákmunkát segítő pedagógus, egy iskolai közösségi szolgálatot koordináló tanár tesz. Az Egyesület és a megyei gyermek- és ifjúsági önkormányzat idén 9. alkalommal rendezte meg a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei diákparlamentet. A találkozón többek között új vezetőséget is választottak a résztvevők, a diákelnöki feladatokról a leköszönő elnök beszélt. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy iskolai dökelnök szerepe, csak egy kicsit nagyobban történik minden, hiszen ugyanúgy az a feladatunk, hogy programokat szervezzünk a megyében élő diákok számára, hogy ez az iskolában is megvan, illetve egy kicsit sokkal hangsúlyosabb az érdekképviseleti része, hiszen sokkal több lehetőségünk van arra, hogy a diákok érdekeit képviseljük, akár megyei, akár városi szinten. Az új elnök és az új vezetőségi tagok nevei március 30-án már elérhetőek a Központ Egyesület honlapján. A megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre azt mondta a diák találkozón, fontos, hogy a fiatalok az elképzeléseiknek, véleményüknek hangot tudjanak adni. Mi lenne aktuálisabb helyszín, vagy ideálisabb helyszín, mint a Megyeháza nagyterme, úgyhogy bízunk benne, hogy ezzel, hogy ott inspirálódhatnak, ahol már annyi nagy név született, és annyi nagy történelmi esemény megvalósult, és reméljük, hogy majd ezekből a fiatalokból is lesznek majd a jövő politikusai, közgazdászai, illetve azok a szakemberek, akik nem csak a megyének, hanem azt hiszem, hogy az ország szempontjából is nagyon fontos tevékenységet végeznek majd.
A rendezvényen több utazással járó élmény és tapasztalat szerző lehetőséget mutattak be, szóltak az Európai Önkéntes Szolgálatról, valamint amerikai tanulmányi ösztöndíjakról is. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az Amatőr Nemzeti Bajnokság 21. fordulójában Budapesten a MAFC otthonában nyert 78-61-re. A listavezető NKS az utolsó fordulóban szabadnapos lesz. Nehéz mérkőzésre számítottak a Kinizsi utcai kis csarnokban a vendégek, végül azonban magabiztos győzelmet aratott a fővárosban az NKS. Az első negyedet 5 ponttal nyerték Farkasinszky Gyuláné tanítványai, akik nagyon megnyomták a második 10 percet, így a nagy szünetre már 19 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. A folytatásban az is belefért, hogy a harmadik negyedet 3 ponttal elveszítsék a kosársulisok, hogy aztán az utolsó 10 perc, ha csak 1 ponttal is, az övék legyen. Az alapszakaszt így magabiztos idegenbeli sikerrel zárta a listavezető. Az első pillanattól kezdve vezetett a csapat, tehát ugye belefért az is ebbe a mérkőzésbe, hogy a fiatalokat próbáltuk beépíteni a csapatba, tehát voltunk fönni nem egyszer, hogy 3 idősebbel és 2 fiatal játékossal, tehát most megnéztük, hogy melyik játékos melyik poszton fogjuk tudni játszatni. Úgy gondolom, hogy akik lehetőséget kaptak, azok mind jól értek vele, mert szinte mindegyik játékosunk pontot is tudott dobni. Az, hogy voltak benne hullámvölgyök és egyszer-egyszer ugye olyan eladott labdák és olyan kihagyott zicserek, amik ugye más szituációban nem mindig örülnek az ember, de úgy gondolom, hogy az előző mérkőzésekhez képest fejlődtünk valamit a fiatalok játékba hozatalával. A nyíregyházi kosársuli 17 győzelemmel és 3 vereséggel áll a keleti csoport tabellájának élén. Az NKS azonban szabadnapos lesz az utolsó fordulóban, és mivel a mögötte lévő Vasas és Szeged egymással játszik, a győztes megelőzi a jelenlegi listavezetőt, amely így a második helyen zárja majd az alapszakaszt. Nyilván elégedett vagyunk, mert egy második hely az nem rossz, de azért az év első felében egy vereségünk volt, és most így, hogy a Vasas és a Szeged vereség becsúszott, ez így nyilván nem jó. Sajnálom, hogy a Vasas ellen nem léphettem pályára, és az így egy vereséget hozott, de szerintem ez a második hely sem rossz, és bízom benne, hogy kiharcoljuk a 4-be jutást. A rájátszásban a nyíregyháziak a legjobb 4 közé jutásért a nyugati csoport 3. helyezettjével, jelen állás szerint a Tatabányával vívnak 2 győztes meccsig tartó párharcot. Először szerzett pontot a Szuperligában a Kaposvár ellen a nyíregyházi Teke klub együttese. Az NTK a 19. fordulóban lejátszott mérkőzésen hazai pályán 4-4-es döntetlenre végzett a vendégekkel. Az így megszerzett 1 ponttal a nyíregyháziak újabb lépést tettek a bennmaradás kiharcolása felé. A Kaposvár ellen eddig nem jutott sikerélmény a legmagasabb osztályban a nyíregyháziaknak, ezen akartak változtatni a legutóbbi fordulóban fintáik. Az első sorban Kastura Zsolt szerzett is egy csapatpontot, Mogyorósi Péter viszont pont nélkül maradt. A középső párban Finta Zoltán jobbnak bizonyult ellenfelénél, Ráski Jánost azonban legyőzte riválisa. Ekkor 2-2-re állt a találkozó, és a hazaiak 64 fával álltak jobban a kaposváriaknál. Úgy gondoltuk, hogy a zárósorban fellépő hakkelszegő párosunk a vendégek 2 legjobb játékosával megmérkőzve, bizakodva egy-egy szetpontot el sikerül majd szednünk tőlük, és akkor egy 5-3-as győzelem van kilátásban. Azonban nem így gondolták a vendégek, és akkor elánnal kezdtek neki a mérkőzésnek, hogy a fél időre már le is dolgozták a hátrányukat, sőt már átvették a vezetést, és az utolsó 30 dobás előtt már meg is szerezték a saját csapatpontjaikat, és ekkor látszott, hogy legjobb esetben is 4-4-re tudjuk menteni a mérkőzést, azonban már akkor futottunk az eredmény után, de hál' Istennek a Szegő Levente és a Hakkedeső párosunk mégis valahonnan előcsikalt egy kis pluszt a játékukból, akik egyébként nem játszottak rosszul, hozzáteszem, és sikerült megfordítani a állást, és azt lehet mondani, hogy a Hakkedeső kicsit lemaradva az utolsó néhány dobásban meg tudta fordítani a párharcot, és 7 fával csupán diadalmaskodni tudtunk, és így alakulhatott ki, hogy a 2 csapatpontunk mellé a többletfájra járó 2 pontot is megszereztük, és a 4-4-es döntetlenre zárult ez a mérkőzés. A nyíregyháziak szombaton Szombathelyen a Vasasszony ellen lépnek dobóállásba, és győzelmük esetén bebiztosítják a bennmaradást a Szuperligában.
A Vasasszonyfát tavaly sikerült ott megvernünk 6-2 arányban, és idehaza mindkétszer diadalmaskodítottunk ellenük. Úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzésre van mindenképpen kilátásunk. A Szlovenszki Tibor nélkül utazunk erre a találkozóra, de abszolút egy jó csapattal érkezünk, úgyhogy minden esélyünk megvan arra, hogy ponttal vagy pontokkal térjünk haza Nyíregyházára. Amennyiben sikerül diadalmaskodnunk, akkor a Vasasszonyfának már matematikai bemaradási esélye is azzal véget érnek, és számunkra pedig matematikailag már a biztos bemaradáson is túl vagyunk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ponttal vagy pontokkal térünk ki az a Nyíregyházára. A Szuperliga tabellájának élén a Szeged áll 36 ponttal, megelőzve az egyaránt 35 pontos Répcelakot hízza le Egerszeget. A nyíregyházi Teke klub 12 pontjával a 9. helyen áll a 12 csapatos mezőnyben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 7,27%-os a munkanélküliségi ráta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nyilvántartott álláskeresők adatainak tükrében. A nyíregyházi járásban 5,23%-os ez az adat, a megyeszékhelyen és környékén lévő cégeknél jobbak az elhelyezkedési mutatók. Probléma viszont továbbra is, hogy kevés a szakember több ágazatban. Az átképzések, továbbképzések enyhíthetnek a hazai munkaerő hiányon. 30%-kal többetek fordul orvoshoz allergiás panaszokkal a pollen szezonban, mint a téli hónapokban. Az elmúlt napokban megnőtt a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és tiszafélék pollen koncentrációja, és egyre nagyobb a nyír pollen szórása is. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a tavasszal és nyáron jelentkező náthaszerű, idővel súlyosbodó tüneteket érdemes szakorvossal kivizsgáltatni, mert így elejét lehet venni komolyabb légúti betegségek kialakulásának. Kopott, sérült közúti jelzőtáblákat cserél a Magyar Közút ország és megye szerte. A tervek szerint idén mintegy 21 ezer tábla újul meg, tájékoztatta televíziónkat a Társaság forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetője. Kisernő elmondta, ha a leggyakrabban a fényvisszaverő képességük szűnik meg a tábláknak, de sok esetben balesetben rongálódik meg. Ezeket folyamatosan cserélik a közút munkatársai. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Tudósításainkért klikkeljenek honlapunkra. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel, továbbra is enyhe, jellemzően száraz levegő alakítja időjárásunkat, bár a következő napokban néhány fokot gyengül a nappali felmelegedés. Az éjjel délutánig derült, azt követően gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a nyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhők zavarják a napsütést, majd kora estétől kiderül az ég, helyenként gyenge zápor előfordulhat. Az északi, majd az északkeletire forduló szél helyenként megélénkül, délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A folytatásban jobbára napos, egyre enyhébb időre számíthatunk, a jövő hét elején kissé változékonyabbra fordul az idő, továbbra is több órás napsütésre készülhetünk, de akkor már több lesz felettünk a felhő, és hétfőn elszórtan, kettől kezdve pedig kevesebb helyen záporeső is előfordulhat. Az éjszakák pénteken az északi völgyeket leszámítva már fagymentesek lesznek, és napközben igen enyhe idő várható, vasárnap lesz a legmelegebb a délutáni órákban.